Folytatjuk a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek bemutatását itt Terézvárosban. Spiros Kaparellis, a görög elnök a vendégem, tisztelettel köszöntöm. Szép napot! Második alkalommal került megválasztásra, és egy kicsit másféle lesz a beszélgetésünk, mint a Ruszinnál, hiszen a görög történelembe és a görög és magyar szálakra annyira nem fogunk kitérni, egészen más oldalról közelítjük meg a görög önkormányzatot, hiszen a görögök a görög nemzetiséggel élők itt hazánkban egy kicsit jobban be vannak ivódva a köztudatba, hiszen tudjuk azt, hogy volt egy nagy menekültáradat, amikor Magyarország a görögöket nagy-nagy örömmel és tisztelettel fogadta be. Furcsa kérdéssel fogok kezdeni, és hogyha nem akar, nem válaszol rá. Most, amikor meghallják az ön nevét, ugye, és ez a nagy menekült áradat van, és hallják, hogy görögök, akkor érez-e valami változást a magyarok hozzáállásában? Nem. Noha a bizonyos beszélgetéseknél, konkrétan a migrációra gondolt az előbb, felbukkan a párhuzam, hogy végül is mi is egyfajta migráció vagyunk, mert az első szervezetünk itt Magyarországon migráns szervezet volt, és nem az, hogy kényes téma, de probléma volt ezt úgy megfogalmazni, aztán később rájöttem egy idő után, hogy szépen kifinomodott a válasz, mert többször volt ilyen témájú beszélgetés igen a környezetben, hogy mi a különbség a mostani migráció, ami Európát érinti, és a mi akkori polgárháborús jutott a Görögországból történő migrációnk, Európába történő migrációnk között. Le tudta akkor vonni a különbséget? Meg tudta magyarázni az ismerőseinek? Markánsan. Markánsan. Igen. Ugyanabból a kultúrkörből jövünk, ahova mentünk. Tehát végül is egy... Noha én nem vagyok hívő. Ez egy nagyon érdekes, nagyon jó. Noha én nem vagyok hívő, de egy keresztény országból jöttünk, egy keresztény kontinensbe szórottunk szét, mert nem csak Magyarországra jöttek görögök, mentek Németországba, Belgiumba, Kanadába, számta Szovjetunióba, ott aztán ott megérték a poklukat is, mert érdekes dolgok történtek ott, de ezeket most hagyjuk. De Magyarországon azt hiszem a görögök igen jól megtalálták a helyüket és a szerepüket a magyar kultúrában. Mégis, ugye rengeteget beszélgettünk arról, pláne, hogy Janula volt itt, és mesélt a gyerekkoráról, a Tégragyáról, azokról a körülményekről, amiben éltek gyerekkorukban, és ahogy aztán sikerült megtalálniuk itt, tényleg itt a helyüket Magyarországon. A görög népzene, a népviselet, a kultúra számunkra, itt élő magyarok számára, és hát a önök számára is, hiszen szintén magyarok, csak ugye görög identitással, egy különleges, egzotikus, szerethető kultúra. Mi az, amit tudnak önök most, mint nemzetiségi önkormányzat tenni azért, hogy ez a kultúra megmaradjon, egyben maradjon, és hogy a magyarok még szerettőbbként tudják önöket fogadni? Hát először is nagy köszönet a Magyarországnak, hogy támogatja ezeket a görög önkormányzatokat az ország minden területén, Budapesten több helyen is, több kerületben, és támogatást ad, anyagi támogatást ad, hogy ezt a kultúrát tovább tudjuk vinni. A mi generációnk, ahogy az előbb a Janulát említette, tulajdonképpen mi a, nem tudom, ez most első vagy másodiknak nevezik, a szüleink jöttek, és mi vagyunk az elsők, akik itt születtünk. Tehát nevezük első generációnak. Már úgy tapossuk az életet rendesen, és lehet, remélem nem az utolsó pillanatban, de megfogalmazódott bennünk, hogy át kéne adni a fiataloknak. És jelenleg ez a legnagyobb feladatunk szerintem. És ebben itt a Terézvárosi önkormányzatnál nagyot is léptünk, mert a Janula az nem jelöltette magát az idén, viszont sikerült 3 fiatalt delegálni az önkormányzatba, és ennek nagyon örülünk, mert ezek mind 25 a Marcell, a helyettesem,
30 Niki, aki egy hagyományőrző egyesületnek vezetője, népi táncos fiataloknak szervezett együttesnek a vezetője. Elkalandoztam talán. Tehát mi ezt éljük meg fő feladatunknak jelenleg, hogy átadjuk a fiataloknak azokat, amiket mi tudunk, amiket élünk és amiket érzünk. Az jutott eszembe, hogy ugye azt mondta saját magáról, hogy mi már itt születtünk, tehát mi vagyunk az első generációs nemzetiség itt görög szempontból. Önök megtanultak még a szüleiktől görögül. Igen. A következő generáció, akik most átveszik önöktől a nemzetiségi önkormányzatban vállalt szerepvállalást, és aztán talán majd tovább is viszik, beszélnek-e még görögül? Tehát mennyire tudják megőrezni itt a nyelvi kultúrát, a nyelvi identitást, vagy megmaradnak az érzések és a történetek? Hát igen, nagyon szépen szétbontottam. Valóban az, hogy az érzések, a hovatartozásnak a nagyon fontos lelki nyomása, az megvan azokban is, akik negyed, nyolcad, tizenhatod rész görögök, tehát nagyon elodárodott családi sarkokból érkeznek, görög névvel, vagy görög nagymamákkal, és így tovább. A legszebb az az, aki... meg a legfájdalmasabb is talán, akinek, tehát mert azért sokan tartják a neveket, hogy a keresztneveket is olyanokat adnak, amik úgy tisztán görög keresztnevek, hogy megkapják a gyerekek, de nekik aztán nyomasztó, hogy gondolom a hétköznapi életükben találkoznak az, hogy megkérdezik tőlük, hogy na és akkor ezt hogy mondják görögül, stb. És nem tudnak válaszolni rá. Noha megvan az a lehetőségünk, hogy a támogatást kaptunk, hogy van kiegészítő iskolánk bent a Budapest 5. kerületben, és vidéken is egy-két helyen vannak iskolák, ahol itt Görögországból is kapunk támogatást, tanárokat küldenek. Tehát, van rá igény egyébként a gyerekek, vagy a családok részéről? Van, csak nagyon nehéz ezt a mai elég pörgő életbe. Tehát tehát az alap általános vagy középiskolai tanulmányok elvégzése mellett még extrába elmenni például görögórákra rendszeresen. Ugye egy nyelvet, egy anyanyelvet, egy származási nyelvet, azt úgy lehet megtanulni, hogyha folyamatosan. Tehát nem egy idegen nyelvet tanulunk, hanem Isten igazából úgy kéne, hogy heti 5 alkalommal kéne. Tehát, hát meg otthon kellene nehéz. Hallani. Ez nehéz. És otthon kéne hallani, ami a nagyobb probléma, mert már mi is úgy nőttünk föl, hogy ez gyakran szoktuk egymás közt karikírozni, hogy a mi szüleink, amikor mi még kicsik voltunk, hajadonok, ilyen tizenévesek, tehát is elmentünk egy-egy családba, és voltak családok, ahol tehát teljesen indokolatlanul a két szülő görög volt, és magyarul beszélt. Uh-huh. És, hát integrálódni akartak. Igen, ennél komikusabb dolog nincsen egyébként, és ezzel szoktuk mi játszani egyébként, hogy amikor ilyen egymás közt vagyunk pont a mi generációnk, és akkor pont olyan mondatokat fogalmazok meg szándékosan, amilyenekben mi fölnőttünk, tehát a fél mondat görög, a fél mondat magyar, és ez kiskor, ja, hungarikum a görögök részéről. amit kérdezett, melyik is volt az a... Ilyenkor mindig az érzések elviszik az embert egyébként. Hát igen, ez teljesen természetes, igen. Hogy és akkor, itt a nyelv tanulásának a fontosságáról a nyelvtanulás például nekünk példakép az, és azon dolgozik az országos önkormányzatunk, hogy egy 12 osztályos iskolát hozzunk létre, mert ez a kiegészítő nem tudja azt produkálni, amit kéne. Amit például pont a bolgárok, a szerbek, a németeket nem akarom, mert az a legerősebb végül is, meg a szlovákoknak is vannak olyan iskoláik, amelyek ilyen 12 osztályosak, és ott a gyerekek a magyar nyelv mellett a saját nemzetiségük, szüleik nyelvét tanulják. Ez talán a legjobb megoldás lenne. Azon dolgozik jelenleg az országos, hogy egy ilyet összehozzon, és lehet, hogy most van egy helyszínünk az egyház részéről, a Múzeum utca 11-ben, ahol lehet, hogy erre majd lehetőség lesz, de ezek még álmok.
De dolgozunk rajta. A nyelv mellett nagyon fontos, ugye, és a folklór az, ami a leglátványosabb, és arról talán azért is ne beszéljünk, mert az a külső megjelenítési formája, a belső identitás, a vallás, a hit, a nyelv, ezek azok, amiket önöknek nagyon, amire nagyon oda kell figyelni, és ez a belsőhöz tartozik. Igen. A hitvilág, mondta, hogy a keresztény kultúra, az mennyire tartható, hiszen ez is a görög keresztény kultúrkörbe csoportosítható. A mi diaszpóránk, ezt nevezzük egyébként másodiknak, mert az első, amiért megkapta a görögség Magyarországon a lehetőséget, hogy egyáltalán a törvény kritériuma alapján önkormányzatot szervezzen, az, hogy legalább 100 éves hitlétet kellett igazolni. Na most a mi generációnk ezt nem tudja igazolni, mert mi 70 éve jöttek a szüleink, a II. Világháború utáni polgárháború következtével. Viszont mi azt most hagyjuk, hogy az Árpádháznak milyen köze volt a kereszténység felvétele körül, tehát nagyon sok görög pap, stb. Volt itt Magyarországon, akik kifejtették a maguk bármilyen hatását. Viszont az Oszmán Birodalom idejéből tudjuk mi igazolni, hogy nagyon sok görög érkezett Magyarországra, kicsit menekülve a törökségtől, és kihasználva azokat az üzleti lehetőségeket, amit a Európa irányába tudtak kifejteni, tehát kvázi a kelet-nyugati, nevezik egy ilyen kis selyem útnak, amiben részt vettek a görög kereskedők. És ők voltak azok, akik Tokaj környékén, meg elég sok helyen, később Pest egyébként, meg a Pest felvirágzása idejében a görög kereskedők nagyon sok mindent tettek. Tehát az, hogy a Széchenyi korában például a Tudományos Akadémia megépítésének támogatásában, a Lánchíd építésének a dotálásában, anyagi támogatásában görög vállalkozók vettek részt. Senki se tudja, hogy a Vörösmarty tér, Budapest az ország központja kvázi, egyik központja, persze lehetne mondani a Kossuth Lajos teret, de elnézést, vegyük a polgári oldalt, a civil oldalt, az egy időben a fő épületeket, ha megnézzük, az görög vállalkozók, kereskedők építették valaha. A Haris köz, senki se tudja róla, az a Haris bazár, az egy görög kereskedőnek az üzletsora volt. Szóval nagyon ott vagyunk mi Pesten és Magyarországon. És ennek köszönhető, hogy mi megkaptuk aztán a lehetőséget, hogy legyen, tehát a 13 nemzetiség között az egyik az görög legyen, és hogy a kultúrát mennyire visszük tovább, azt hiszem, hogy a görög nép az egy, noha nagyon érzi magában, tudja érezni magában a görögségét, szóval meg tudja könnyezni, de egy nagyon erősen asszimilálódó képes, tehát van egy ilyen vonulata. És tulajdonképpen ez még az ókorban is megfigyelhető, mert az ókori Görögországban görögnek mondtak mindenkit, aki a görög kultúrát átvette és gyakorolta. Magyarul a görög nyelvet. Tehát mindenki az ókori Görögországban, persze rabszolgatartó társadalomban, tehát voltak ott azért gonosz dolgok, de görög volt az, akinek a kultúrája, a nyelvtudása görög volt. Van egyfajta, nem azt mondom, hogy párhuzam, de egy ilyen kulturális kisugárzás úgy néz ki a DNS-ben, hogy mi ugyanígy abban a környezetben, ahova kijutunk, bárhova a világban, képesek vagyunk beívódni. És ott eltűnni majdnem, hogy, tehát ezt lehet látni, de azért mindig vannak ilyen kis forrongók, akik kutatnak, akik sokkal erősebben, markánsabban akarják megmutatni magukat, nem a különállóságukat, hanem az, hogy igenis egy másik kultúrából jöttek, és erre büszkék, és ezt meg akarják mutatni. Ennyi az egész. Szóval azt hiszem, ilyenek vagyunk, görögök.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt a fejtegetés, és nem véletlen, ahogy a Vörösmarty teret és az építészetet egy picit beleszőtt Spirosza gondolataiba, hiszen ő maga is építész, és lehet, hogy ez a terület az, ami, ami fontos számára, egy biztos, a görög nemzetiség hozzátartozik a magyar kultúrához, és reméljük, hogy jól érzik magukat itt nálunk. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok az elkövetkezendő 5 évre. Köszönjük, külön Terézvárosnak.